A valódi ajándék Nem is olyan régen egy névnap alkalmából könyveket ajándékoztam egy kedves barátomnak. A magyar szakos kolléga meglepetten nézett rám, személyi furcsán csillogtak. Megköszönte, ha az asztalra helyezte őket és töltött nekem egy kávét. Beszélgetni kezdtünk, de láttam rajta, hogy egyre jobban érdekli, miről is szólnak a könyvek, amiket vittem neki. Forgatta a kezében, kinyitotta, majd átlapozta őket. Végül közelhajolt a nyitott könyvhöz, és mélyet szippantott belőle. Csak néztem is, nem tudtam eldönteni, hogy valóban örül-e az ajándékaimnak, aztán mesélni kezdett. Ami édesapám miatt a legtöbb ünnep alkalmával irodalmat ajándékoztunk egymásnak. Regényeket, verses, köteteket, szótárakat. Valahogy már elfelejtődött ez a régi szokás. Ne haragudj, hogy nem csomagoltam be őket, szabadkoztam, pedig egy masnit azért elviselt volna az ajándék. Maslit, javított ki akaratlanul is. Masni, en betűvel válaszoltam. A barátom elhallgatott. Felállt a székből, és a konyha melletti szobába lépett, felkapcsolta a villanyt, és matatni kezdett. Onnan, ahol ültem, csak az árnyékát láttam az alacsony asszonykának, és azt, hogy székre áll, és úgy keres valamit a pócukon. Aztán néhány kötettel tért vissza a konyhába, elémrakta őket az asztalra. Talán ezek a legértékesebbek, kezdte. Nem is az áruk miatt, az eszmei értékük hatalmas. Végig simítottam a könyveket. Arany, cirádás betűkkel volt ráírva a cím. Révai, nagy lexikona. Kinyitottam az egyiket, épp azt, amelyik a kezembe került. A lap szélein kisé megült a por, valószínűleg attól, hogy nem gyakran nyitogatja az ember. Ugyanúgy szagoltam bele, ahogyan azelőtt az ismerősöm az új könyvekbe. Mindegyiknek különleges illata van, semmi máshoz nem hasonlítható. Közben őt figyeltem. Magávia vitte az egyiket, és bőszen lapozgatta. Újjait a lapon végigvezetve keresett valamit. Csak akkor jöttem rá, hogy mit, amikor megszólalt. Igazad van, tényleg masni, enne betűvel, aztán rám mosolygott. Még sohasem láttam így mosolyogni, le lehetett volna olvasni az arcáról a fájó emlékeket és a boldog múltat is, de az nem az én dolgom volt. Rég vettem elő őket. Mostanában az embernek nincs ideje az olvasásra, és pláne arra, hogy egy-egy szónak utána járjon. Egyszerűen inkább elsiklunk felettük a helyet, hogy megnéznénk a helyes kifejezést. Aztán egy pillanatra elkalandozott a gondolataiban, végül felnevetett. Keserédes volt a nevetés, az előbb még csillogó szempár most már könnyesnek tűnt. Ezt hallaná meg édesapám. Újra olvastatná velem az összes lexikont. Mikor olvastál utoljára és mit? Tettem fel a kérdést, valójában nem is tudtam, hogy miért. Nem emlékszem. Lesütötte a szemét, és a zölében tartott lexikont bámulta. Tényleg nem emlékszem, pedig egész életemben rengeteget olvastam. Nem a munkám vagy a családom miatt, hanem csak úgy magamnak. Aztán hirtelen beugrott neki. Megvan, egy képzőművészeti szakkönyvet olvasgattam át a minap, igyekeztem abból fél felkészülni az órára. Ennyire felejthető lett volna, kérdeztem tovább. Nem, nem hiszem egyszerűen, az nem szép irodalom volt. És azt nem olvasol mostanában? Őszintén bevalva az összes könyvet, ami itthon van, legalább kétszer olvastam. Most már vénségemre inkább bekapcsolom a tévét. És ezeket, amiket most hoztam, el fogod olvasni? Kérdeztem. Ezek új könyvek. Ki sem bírnám, ha nem nyitnám kés, nem olvasnám el őket. Kuncogott magában, majd az asztalra tette az eddig ülben tartott lexikont. Mindegyik egy új világ. Ha az ember olvas, sokkal több lesz tőle. Ha belegondolok, és az előbb azt mondtam, hogy nincs idő az olvasásra, akkor most szeretném saját magamat Igen, Igenis, van idő az olvasásra, csak meg kell találni rá azt a néhány percet. Szerinted miért fontos az irodalom, vagy miért kell egyáltalán? Szebb lesz tőle az ember lelke. Ennyi? Ennyi lenne a megoldás? Nem tudom megválaszolni a kérdésedet, de azt tudom, hogy az irodalmat és az irodalmi műveket jóformán minden nap használjuk úgy, hogy tudomás sem veszünk róla. Naponta többször is eszünkbe juthat egy versor, amit gyerekkorunkban tanultunk, vagy ilyenkor a téli ünnepek alkalmával a pásztorénekek. Vagy teszem azt, a kisgyerekeknek a szülő mindennap nap mesél. Honnan ismerhetné az az édesanyja a piroske és a farkas történetét, ha azt nem mondta volna el neki valaki, vagy ne olvastam volna el? Vagy az iskolai szerepeknél miket mondanak a gyerekek? Verseket. Vagy az iskolai szerepeknél miket mondanak a gyerekek? Verseket. Igen, verseket vagy prózai szövegeket visznek színpadra, aztán meg a szülő vagy a közönség meghatódva is büszkén néz rájuk. Vagy vegyük példának az ünnepeket. A locsoló verseket, az anyák köszöntőket, a kiállítás megnyitókat, és még a végtelenségig sorolhatnám. Az irodalom, ha észrevétlenül is, de ott van a napjainkban. Felhörpintettem a pohárból az utolsó korty kávémat, közben azon gondolkoztam, hogy mennyire igaza van. Minden nap találkozunk az irodalommal, felbukkan az interneten, a városban, a rádióban és a tévében is, az újságok kasábajain is el van rejtve a vers, folyamatosan szembe jön velünk, kínálkozik, és mi tudat alatt be is fogadjuk. Felálltam a székről, és megköszöntem a vendéglátást. A kapuban még hosszasan búcsúzkodtunk, ritkán látja mostanság az ember a barátait. kikülföldön, külföldön, ki dolgozik, nehezen sikerül összehozni a találkozókat. Minden esetre azzal váltunk el, hogy a következő nap alkalmából ő is könyvet fog ajándékozni a testvérének, hogy legalább egy kicsit visszahozza az elmúlt idők emlékét.